Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Folytatódik a sorozatunk Gulág, amiről tilos volt beszélni. Mai adásunk immár a 7. része ennek a sorozatnak. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Sinka Jenőt, állandó szakértő vendégünket, most már talán fogalmazhatok így a kedves nézőnknek. És hát a 7. sorozat kapcsán mi az, amit ki tudunk emelni? Ez milyen témakörre épül rá, Lejenő bácsi? Köszöntöm a televízió nézőit. 7. Ez egy sokak által jónak vagy nem jónak mondott sorozat szám. Nők a gulágon. Nők. Igen, voltak. Két példát említenék. Ma is élő Bencer Erzsébet, a Szórakésznek az elnöke. Édesapja, édesanyja gulágon töltöttek 8 évet, több mint 8 évet. A másik, Pintér Jolán, édesapja, édesanyja gulágon volt. Mások is vannak. Mi történt a nőkkel a gulágon? A bal felső sarokban ugye látunk ott egy nőt, akit vetköztetnek, és ott közben röhögnek az elítéltek, mégpedig a köztörvényes elítéltek, a gyilkosok, a rablók, a mindenféle rossz emberek, tehát nem politikai szempontból elítéltek, és akkor ott mindenféle dolgokat csináltattak, és akkor a következő, mint általában ez azzal szokott befejeződni, hogy sorban megerőszakolták. Amit a nő az elején nem is tudott, hogy miért röhögnek rajta, miért csodálkoznak a testformáján, a mozgásán, stb., és akkor ez lett a vége. Ez egyfajta jelenet. A jobb felső sarokban egy olyan képet látunk, ahol mikor megérkeznek a nők, megérkeznek, vagy mikor a szállítmánya kiszállítják őket egy rabtelepre, akkor már is szemet vetettek a jobb külsejű, jó megjelenésű nőkre, asszonyokra, lányokra, és azt szétosztották a börtönőrök között, áruba vették őket. Volt, aki kénytelen volt elfogadni ezt a szerető szerepet, mert akkor megmenekült a köztörvényesek által veszélyeztetett helyzetből, mert olyan is előfordult, hogy ha ezt nem akarta, akkor legyilkolták, vagy ha ez megtörtént vele, akkor ő maga lett öngyilkos, mert azt a szégyent, azt a cselekedetet, amit elvégeztek vele, akármi is volt, azt nem tudta túlélni. Na most ezeket a nőket először is kiválogatták, és ők maguknak. Utána pedig jöttek a köztörvényesek, és azok közé is bedobták szegény nőket, asszonyokat, lányokat. A lett litván észt, lengyelek, magyarokról nem nagyon tud a dokumentum szólni, de amit a Baldajev ezekkel a grafikákkal, a fekete-fehér grafikákkal bemutat, ezeket a nőket hozta példaképül. A középső sorban éppen a Nők a gulágon cím alatt van egy olyan jelenet, ami a nők, mikor heti egy alkalommal fürdőbe mehettek, nem volt sok, talán 5 perc se volt, és ott látunk 6 vagy 8 vagy 10 vagy annál is több nőt mesztelenül futni a fürdőhelytől a barakig. És hát lehet látni, hogy ez egy hideg időben volt, mert az őr mellette, aki be van öltözve kucsmasapkába, fegyverrel, hosszú bunda ruhába, tehát ilyen hőmérséklet között nekik vizesen nem is tudtak megtisztálkodni szegény szerencsétlenek ez alatt a rövid egy-néhány perc alatt, de futniuk kellett. Ez is egy megalázás volt, egy olyan jelenet, amit nehéz volt túlélni. Szinte féltek is már menni a fürdőbe, mert hát a legszükségesebb dolgaikat sem tudták úgy elvégezni, vagy úgy rendbe tartani, mint ahogy kellett. Vágytak arra, hogy majd csak néhány csepp vizet kapnak, vagy ha forrót, akkor nagyon meleget. Nem is nagyon tudtak letörölközni. Szóval ez egy szörnyű jelenet volt, és akkor utána ott röhögött rajta az őr, hogy most megfuttatta őket innen-oda, és így tovább. Tehát ez egy nagyon, tehát nagyon minden nehéz. Arra irányult, mondhatjuk azt, hogy lelkileg ugyanúgy sarban, kiszolgáltatott, igen, helyzetben megfélemlítve tartsák őket. Mindenütt a férfiakat is kihasznák, de a nőket már a női műoltókból kivetkezni. Nem lehetett azokat már nőként, emberként egyáltalán számba venni. Ugyanezen képsor alatt van egy másik, ahol
ahol levetkőztetett nagyon sovány nők vannak falhoz állítva, háttal a falnak, semmiük sincs, semmi sincs rajtuk, a kezeket föl kellett emelni, látunk közte lesoványodott, szintén 30 kiló körüli fiatal lány is lehet, vagy egy alacsony termetű hölgy, mellette egy nő, aki áldott állapotban van látható a rajzon, hogy milyen, és akkor ennek az a címe, hogy smon. Ez egy orosz kifejezés, ami ez egy zsargon, aminek az volt a tartalma, hogyha elüvöltötték, hogy smon, az nem is házkutatást, hanem levetköztetést és bármiféle tiltott dolog megtalálására, motozásnak nevezett, mit tudott elvenni tőlük? Semmit. Hát valaki elhozott a munkahelyéről egy görbe drótot, hogy azt tűként használja, és megvarja, vagy megjavítsa a ruháját ott, ahol már nagyon viszi, az már büntetés tárgya volt. Ez a smon, levetkőztették, hát nem tudtak elvenni tőlük semmit, de röhögtek rajtuk. Tehát megalázták női mi voltukba. És látható, hogy szegény kép, amit mutatnak, ez orosz rajz volt, meg a fölötte lévő is oroszul van írva, le van aztán fordítva az alsó kép magyarra, hogy mit tartalmaz. Hát azt mondják, hogy mit tudtok elvenni tőlünk, tehát azt, amit láttok, semmi más nincsen. Tehát ez is egy pszichikai és fizikai bántalmazás, azt kell, hogy mondjam. Ilyet kellett átélni, túlélni a nőnek, azért, mert nő. Ugye az előző képsorban láttunk olyat, hogy férfiakkal is milyen fizikai megerőltetés, vagy milyen fizikai kínzás. Majd lesz még egy külön tabló, ami csak a kínzásokról szól. Még egy kép azt mondja, hogy bal oldalon fölülről a második. Szörnyű kép, még rá gondolni is. Hát ha most a képet sikerül behozni, és megmutatni, hogy ez miről szól, hát én most elmondom. A nőt kikötötték egy fához, hátra, leültetve, egy hangyaboly fölé. Hát mit lehetett annak a szegény szerencsétlennek elviselni ahhoz, hogy levetkőztetve egy hangyabolyra ráültessék, és ez volt egy kínzás. Mert vagy el akartak tőle csikarni, ki akartak tőle csikarni valami mondani valót, hogy valakit súgjon be, vagy spionként, vagy ha nem akart engedelmeskedni a köztörvényes megerőszakolásnak, akkor ez egy ilyesféle büntetés volt. Tehát ez is egy nők által elszenvedett esemény. Nagyon, nagyon rossz rá gondolni, és nekem is nagyon nehéz ezt elmondani. Kedves Viktória, magának meg ilyen táblát elmondani, bemondani, nem egy egyszerű dolog. És én nagyon, nagyon tartottam is tőle, hogy ezt éppen önnel kell, hogy megbeszéljük, illetve ön által tudjam bemutatni a kedves nézőknek. Igen, csak sajnos ezek a szomorú tények. Hát azért igen, is mondtuk a szomorú, el a beszélgetésünk elején, hogy ugye azért erős idegzet kell ehhez, igen, és nagyon, hogy készüljenek fel a nézőink. Ezek mind dokumentumok. Mind dokumentumok, nem kitalációk. Azt mondja, van ott egy olyan, hogy ahol én voltam, bal alsó környék táján, szintén van egy idézett könyvből, sárga lapra kiírva, hogy ahol én voltam, ott hősök nem voltak. Miről szól ez? Arról szól, hogy az egyik nő 8 hónapos áldott állapotban volt, már az elfogás vagy a lágerbe történő szállítás. 8 hónapos. Annyira addigra már lesoványodott állapotban volt, hogy vékony volt a hasfala, a bőre, és szinte látni vélték a bent lévő magzat csecsemőnek a hajszínét, hogy az fekete. Hát milyen állapotú nőnek kellett ott lenni a 8. hónapjában, hogy ezt kívülről lehessen látni. Le van írva ebbe a könyvbe. Sok más hasonló is előfordult, hogy... És ugye ez mind a túlélőknek a beszámolója, hát, meg igen, a szemtanúknak aki a beszámolója. Leírta, aki ott volt, és tudja, hogy nem tudom, hogy megnevezi a nevét, hogy ki volt, nem ez a lényeg, de leírja, hogy abban a környezetben volt. Egy másik ilyen, ahol én voltam. Szintén, hát az egész nőkről szól. Azok
fizikailag vagy alkatilag is kisebb teherbírásra született nők, tehát más nem, a női és tudta. A férfi testfelépítése. Más a testfelépítése. És kérem szépen, nehezen bírták a munkát, nehezen bírták a megpróbáltatást, a kenyéradag nekik se volt több, kevesebb se, még talán annyi sem, mert látták, hogy ez se mekkora se, akkor ennek még annyi kenyeret se adunk. Na most ugye az a helyzet, hogy bizony lesoványodtak. Volt köszük olyan nő, aki már abszolút nem tudott járni se. 30 kiló volt, alig 30 kiló. Hát mit csináltak? Elvitték úgynevezett kórházba. Hát nem volt az kórház, feljavító kórház, így helyesbítették pontosabban, ami nem volt gyógyításra alkalmas, mert orvos nem nagyon volt. A rabok közül tudtak valakit odaszedni, aki, de gyógyszer meg egyebek az messze állt ettől. Lényeg az, hogy ez ilyen feljavító kórház volt, az azt jelenti, hogy fokozatosan mindig több-több élelmet tudtak neki adni, hogy valamelyest maradjon életbe. Mert nem akarták mondjuk kivégezni, volt, aztán majd később találkozunk olyannal is, hogy aki már alkalmatlan volt munkára, annak hogyan kellett az élők sorából távolni. Lényeg az, hogy ő 30 kilóval került oda, és egy év múlva sikerült feltornázni annyira, hogy fal mellett már tudott járni. Hát ez egy akkora fejlődés volt számára, hogy túlélte. Tehát ahol én voltam, ott írja a könyv szerzője, hogy ahogy én voltam, ott hősök nem voltak. Ott olyanok voltak, akik elszenvedték azt a szörnyűséget, ami ott volt. Tehát a nők a gulágon. Igen, hát milyen munkát is végeztettek velük. Most egy-két képet mutatnánk az alsó sorba. Megjelent már máshol is, de nem csak a Baldajev grafikái, ugye említettem korábban, hogy ezek a fekete-fehér képek, Baldajev grafikái. Mások is megjelentették a bal alsó sarokban lévő talicskás hölgyeket. Talicskás hölgyek. Hát ugye ott minden kézi erővel ment, ott még nem voltak gépek, de emberanyag volt. És akkor talicskát jól megrakva, földdel, kővel, akármit kellett nekik szállítani, és akkor a pallon, deszkapallon kellett tolni, ugyanúgy, mint a férfiaknak. Normát teljesíteni, az, hogy most valaki nő vagy férfinek született, ugyanúgy megkövetelték tőle, csak nem bírták tovább. Nem bírták, mert akkora igénybevételt egy női test nem tud elviselni. Nem tud. Másra is használták. Most a következő képen azt hiszem, hogy kapálási folyamat van, ami, hát az, a kapálni mentek, attól függ, hogy milyen kolhozba. Mert ahol olyankor mentek kapálni, amikor már kezdett érni a répa, a cukorrépa, vagy a takarmányrépa, amit az állatoknak tartottak fel, hát annak úgy örültek, hogy lehajoltak, és bele tudtak harapni. Tehát egy plusz táplálékforrás volt. Maguk tudtak venni valami táplálékot. De hát azért nagyon meg kellett dolgozni. És nagyon oda kellett figyelni, mert az őrök meg figyelték, hogy most nem eszik, hanem dolgozik, és akkor azt csinálja, ami ott van. A répa esetében ez volt. De volt, amikor olyan környezetben kellett dolgozniuk nekik, ahol köves volt a talaj. Szinte alig tudott bármi is ott megtelepedni. Tehát egyszerűen nem volt rá más megoldás, mint ezekkel a rabokkal ott dolgoztattak. Egy következő kép, az most pillanatnyilag nem tudom, hogy miről van szó. Mi történt azokkal a hölgyekkel, akik mondjuk a gyermeküket magukkal vitték? Azt hiszem, hogy talán erről szól a következő hölgy is, hogy meddig lehetett a gyerek a hölgyeknél. Ez is egy nehéz dolog. Hát ugye, aki megszülte ott a gyermekét, az utolsó hónapot talán már nem kellett neki munkával ellátni, hanem utána még egy-két hónapig, amíg csecsebő, vagy talán fél évig, amíg szoptathatta a gyermeket, addig magánál tarthatta. És utána elvették tőle. Intézetbe vitték, ott nevelték tovább, és ebből lettek a Lenin fiúk. Tehát kinevelték a maguk Lenin módjára szocialista embertípust, vagy hogy fejezzem ki magam annak idején, voltak ilyen lózungok, hogy a szocialista embertípus az a marxista, leninista, sztalinista eszméket, Lenin eszméket meg ismerve ők voltak aztán a minden emberei, tehát elszakították tőle.
És ez egy fájdalmas volt egy nő számára, főleg akkor, hogyha őt már dáldott állapotba vitték el. És akkor a saját gyermekét, amit, hogy úgymond, otthonról hozott, azt vették el tőle. Később aztán előfordult olyan szituáció, hát már az ugye az 50-es évek elején, 53 előtt, hogy előfordult, hogy ott volt vegyes láger is, hogy így mondjam. De az azt jelenti, hogy egy láger többféle barakból állt, egy barakban voltak 200-an vagy 2000-en, attól függ mennyit tudtak ott elhelyezni, és az egyik barak női barak volt, a másik férfi barak volt. És akkor előfordult az, hogy a nők átszöktek a férfi barakba azért, hogy áldott állapotba kerülhessenek. És akkor a vége felé azokat elengedhették volna haza, mikor már Sztálin megdöglött, tehát 53 áprilisa után, de nem jöhettek Magyarországra, hanem vissza, meg kellett nekik maradni vagy az orosz területen, vagy az ukrán területen. Nem jöhetett haza gyermekkel magyar. Most a többi nemzetiségeknél ezt én nem tudtam eddig feldolgozni, hogy történt ott, és előfordult ilyesmi, de egyszerűen nem akarták ezt. Hogy aztán milyen szégyen közepette, vagy hogyan élte tovább a nő a saját gyermekével, akinek ugyanolyan rab volt az apja, ezt nem tudni. Hát sajnos ez a női élet ott eltöltött időszakához. Még egy példa, ami nincs most itt ezen a képen, hogy milyen munkát végeztettek vele. Nehéz fizikai munkát. Például építettek vasutat, és azt a nehéz sínvasat, 6-an, 8-an, azt a 6 métereset alig bírták, és azzal vitették oda, ahova le kellett fektetni. Na most gondolható, hogy mi történik egy női szervezettel, amikor ilyen nehéz munkát végeznek. Hát a tabló jobb alsó sarkában van egy kép erről. Szörnyű. Ami azt fejezi ki, hogy a nehéz fizikai munka kapcsán a nő méhje leszállt. Ott állnak az orvos előtt, levetkőztetve is, mutatják azt, hogy nincs a helyén a méhük. Hát teljesen tönkretették a női mi voltját, akárhol volt. De ha nő volt, akkor lelkileg, fizikailag kapott egy olyan terrort, amit sokan nem is tudtak túlélni, lelkileg sem, mert ha megtörtént vele olyan bántalom, amit nem tudott feldolgozni, öngyilkos lett, abba menekült el, és nem tért haza. És nem tudta megtalálni, nem érte meg a megszabadulást. Nem tudta, hogy mikor, mert az minimum 10 évet osztottak, 25 év is volt, meg halál is, de azt nem tudta, hogy egyáltalán haza fog kerülni, inkább választotta az öngyilkosságot. Meg hát ugye jó kérdés az, hogy aztán, hogyha haza is került utána, hát hogy akkor sikerült neki visszatalálni a normális élethez, ha egyáltalában sikerült. Hát ugye akik eljöttek, az előbb beszélgetésünk kezdetén említettem ezt a két hölgyet, ugye a Menzel, meg a Pintért, annak a felesége, hát azok túlélték. És érdekes dolog, mikor jöttek, amikor már kiszabadultak és tartottak Magyarország felé, akkor Lembergben volt, az most Lvovnak nevezik, volt a gyűjtőtábor, ott egy fél évig kellett lenni, míg megvárták a többi magyart, mert ugye Kamcsatkán is voltak, Szibérián túl, ugye van az a Kamcsatka fél, onnan is, hát ott hónapok teltek, mire eljutottak Lembergig. No, hát ott a nők és a férfiak már szabadként választhattak maguknak. És volt is ilyen házasság. Aztán volt olyan, most is tudok olyat mondani, élő példa, a Vidi Józsi bácsi, a barátjával Keszthelyi, onnan 21-et vittek el, és amikor hazajöttek, hát jöttek nem is annyian haza, és talán 10-valahányan, és akkor az egyik raptársának a lánytestvérét vette el feleségül. A Rózsás János bácsi a szomszéd leányt vette el. Tehát annyira megbízható. Meg volt a közös kapocs is. Igen, annyira megbízható személyek. Több is olyan volt, aki a raptársának a lánytestvérét vette el feleségül. Tehát ilyesféle kapcsolatok maradtak meg. És ez tartós volt, nem régen halt meg sajnos.
többiet is tudnék mondani, volt Ajkai is, de azt hiszem kettő, meg azt hiszem Nagy Kanizsán is volt ilyen, hogy egy ismerősnek, és aki megbízható volt, akinek például Rózsás János bácsi, mikor hazaért este 10 óra tájba, már előbb hazaért egy raptás a Nagy Kanizsára, és azt mondta, hogy te előbb hazaérsz haza, akkor te mindig figyeljél, minden este a vonatnál menjél ki, hogy szóljál édesapádnak, hogy na, az az ember a fiad. És amikor hazaért, ugye nem szabad elmondani, de ő elmondta egész hajnalig, hogy mi történt. És ott volt a szomszéd is, családjával együtt, és azt mondja később a János bácsi, nagyon jól ismertem, hogy nem tudtam, hogy akkor éjszaka a jövendőbeli feleségemet ölelem át. És hát így történt a házasság. Végül is, ahogy tetszett említeni korábban, hogy miért, hogyan írták le, nagyon későn a rendszerváltás után. De dokumentumaink vannak, és ezek a dokumentumaink a mi sorozatunkban mindenütt megtalálhatók. Nem a levegőből szedtük, nem mese. Ez valóság. Ez sajnálatos módon megtörtént. Ha valaki erről a témáról többet szeretne megtudni, Jenő bácsi, akkor hol érdemes kutakodni? Igen, köszönöm szépen. Székesfehérváron a Szénatéri könyvtárban ezek a tablók, a korábbiak is megtalálhatók, ugyanúgy egyben, egy az egyben. Ott elolvashatják közvetlenül ezeket az információkat, ezeket a dokumentumokat, amik itt vannak. Sőt, vittem ott a könyveket, ami ezen a tablókon megtalálható, beazonosítható, hogy amit ott írtam, hogy a 64. oldalon szó szerint az van oda fölírva. De ha belelapoz abba a könyvbe, valami mást is megtalál, ha érdeklődik utána. Ez egy ilyesfajta kapcsolt lehetőség ahhoz, hogy ezt közelebbről megismerhesse a lakosság, és erről nem azt mondom, hogy léptenyomunk, de tudni kell róla. Tudni kell róla. Hát ugye szoktam mondani, hogy a múlt, a jelen és a jövő. Aki a múltat megismeri, abból tudja meg, hogy mit kell cselekedni a jelenbe. De a jelenbe kell meghatározni a múlt ismeretében, hogy mit fogok tenni a jövőbe. Múlt, jelen, jövő. Szlogenem szokott lenni, hogy historia est magistra vitae. A történelem az élettanító mestere. Hát ezekből, meg sok minden másból, de a jóból is kell meríteni azt, amit a jelenben megteszünk, és irány a jövő. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát a nézőknek pedig azt tudjuk mondani, hogy ezzel a nagyon fontos, olykor-olykor komor, tragikus, drámai, sokkoló témával foglalkozni fogunk egy hét múlva, hiszen a 8. résszel jelentkezünk majd. Igen. Köszönöm szépen nézőinknek is a figyelmet, tehát egy hét múlva ismételten számítunk itt önökre a Fehérvár Televízióban, a Fehérvári Beszélgetésekben. Viszontlátásra!